Döntött a közgyűlés. A képviselőtestület elfogadta az energiacsökkentésre vonatkozó intézkedés csomagot. Már tesztelik, hamarosan elkészül az ország egyedülálló extrém sportparkja a Tócóvölgyben. Dal a háború elutasításáról, a szeretet és az összetartozás erejében bízik Erdős Fruzsi, akinek ma mutatták be új videóklipjét. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió híradója, a Napszemle. Október 27-e csütörtök van. Már is mondjuk a legfrissebb helyi híreket. Elfogadta mai ülésén a városi közgyűlés az energiatakarékossági intézkedéseket, amelyektől több milliárd forintos megtakarítást vár az önkormányzat. Pap László polgármester ezzel kapcsolatban azt mondta, a szükséges és elégséges szolgáltatási színvonalat tudják biztosítani szinte az élet minden területén. Az intézkedési csomag 2023. április 15-éig szól. A jelenlegi árak mellett 10 milliárd forint plusz energiaköltséggel kellene számolni a Debrecennek. A közgyűlésen tárgyalt intézkedés csomaggal ez 4,2 milliárd forintra csökkenthető. Pap László polgármester a korábban ismertetett tervvel kapcsolatban azt mondta, az elégséges és szükséges szolgáltatás biztosítása volt a cél, a másik fő szempont pedig az volt, hogy a gyermekekről és az időskorúakról gondoskodjanak. Itt a ölcsödék és óvodák, amelyek ugye a város fenntartásában is működtetésében állnak, tehát ott korlátozó intézkedéseket sem a nyitvatartási idő, sem pedig a fűtés, a hőmérséklet vonatkozásában nem rendelünk el. És ugyanez igaz a bentlakásos szociális intézményekre. A Demokratikus Koalíció politikusa Vaszkó Imre a város szeptemberi földgázvásárlásával kapcsolatban arról érdeklődött, hogy van-e lehetőség a beszerzés újra tárgyalására. Látjuk, hogy egy igen rossz pillanatban sikerült ezt megvásárolnunk, és egyes tőzsdéken már 70%-kal olcsóbban lehet gázt lekötni bizonyos időszakokra. Ez valóban nem túl szerencsés, és nagyon nagy feladat elé állítja a várost. Szeptemberben eredményt kellett hirdetni a közbeszerzési eljáráson, a szolgáltatóval pedig folyamatban van a kapcsolatfelvétel. Ez derült ki a gazdálkodási főosztályvezető válaszából. Jogszabályi keretrendszer miatt szeptember végéig kell jelenteni az önkormányzatoknak a gázszolgáltatót. Ez tudomásom szerint valamennyire összhangban van azzal a energiahivatali megállapítási rendel, amelyből számol az energiahivatal különböző egyéb tényezőket, mutatókat. A Fidesz-KDNP frakció vezetője a debreceni intézmények esetében az elvégzett energetikai korszerűsítésekre hívta fel a figyelmet. Ebben a ciklusban 14 orvosi rendelőt újítottunk meg, energetikailag korszerűsítettünk, számtalan óvodát, számtalan iskolát, intézményt korszerűsítettünk, megújuló energiaforrásokat helyeztünk fel, és a város mindent megtett annak érdekében, már ennek a helyzetnek, tehát előre nem látva is, hogy energiát takarítson meg. Az intézkedés csomaggal kapcsolatos előterjesztést és a benyújtott módosító javaslatokat egyaránt elfogadta a városi közgyűlés. Hamarosan elkészül a Tócóvölgyi Extrém Sportpark. A jégcsarnok szomszédságában lévő csaknem 7700 négyzetméteres területen egy Magyarországon egyedülálló gördeszkás, triál, illetve BMX kerékpáros paradicsomot alakítanak ki. A különleges sportpark önkormányzati és pályázati pénzek felhasználásával épül. Különféle formájú és méretű betonelemek, csövek és hatalmas sziklatömbök mindenfelé. Néhány hét múlva ezen a nehéz pályán tekerhetnek majd speciális biciklijeikkel az extrém triál kerékpárosok. A jégcsarnok melletti csaknem 7700 négyzetméteres területen emellett gördeszka, illetve BMX pálya is épült. Utóbbi látványos ívei, meredek vonalvezetése igazi kihívás lesz majd az itt sportolók, gyakorlók számára. A városrész önkormányzati képviselője azt mondta, a sportpark használói nem fogják zavarni az itt lakókat. Zajvédő falat is fogunk építeni a lakosság részére, hogy gyakorlatilag itt, ugye ez egy különböző zaj hatással jár, főleg ezek a területeken való biciklizés, úgyhogy ezt megoldjuk. A lakótelep felüli zajvédő fal egy része már el is készült. A beruházás az önkormányzat, az országos Bringa Park, valamint az országos Gördeszka program pályázati forrásaiból valósul meg. A kerékpáros szakmai szervezetek véleménye alapján ilyen méretű és színvonalú létesítmény jelenleg nincs az országban.
A szakemberek szerint a mögöttem látható pálya európai színvonalat képvisel. Tesztelésében egyébként a kivitelező engedélyével a magyar BMX válogatott tagjai is részt vesznek. A Tócó-völgyi Extrém Sport Parkot a tervek szerint november végén adják majd át. A több mint 620 millió forintból kialakított létesítményt a városi közgyűlés mai döntése nyomán a Sportcentrum Kft. Fogja üzemeltetni. Élőláncos demonstrációt tartottak a pedagógusokért ma délután Debrecen belvárosában. A Széchenyi utcán az ítélőtábla épületével szemközti saroktól kezdve sorakoztak fel a fiatalok és idősebbek, akik a civilis városban így kívántak kiállni a sztrájkoló pedagógusok mellett. Ma az ország több pontján tanárok tartottak tiltakozó megmozdulásokat, túlterheltségük, alacsony bérezésük és a közoktatás egyéb problémái miatt. A debreceni élőláncot szervező Egységes Diák Front nevű csoport 4 követelést fogalmazott meg. Megoldást a tanárhiányra, tanítható és tanulható mennyiségű és minőségű tananyagot, élhetőbb iskolai körülményeket és több figyelmet az oktatásnak. A gazdasági nehézségek ellenére is szárnyal a turizmus Hajdúszoboszlón. Tegnap köszöntötték a fürdővárosban azt a vendéget, aki az 1 milliómadik vendégészakát töltötte a városban. Ráadásul ez a nap azért is emlékezetes, mert 97 évvel ezelőtt, éppen október 26-án tört fel Hajdúszoboszló legnagyobb kincse, a gyógyvíz. Hajdúszoboszló idén is a legkeresettebb turisztikai települések között szerepel Magyarországon. A koronavírus járvány előtti szezonban 2019-ben több mint 1.300.000 vendégészakát töltöttek el a turisták a városban. Ez a szám 2020-ban a felére csökkent. Azóta újra egyre többen jönnek a fürdővárosba. Szerdán köszöntötték azt a látogatót, aki ebben az évben már az 1 milliómadik vendégészakát töltötte Hajdúszoboszlón. A Budapestről érkezett Bakos Imre 23 éve rendszeres látogatója a fürdővárosnak. Van olyan év, amikor 5 alkalommal is eljön ide a gyógyvíz jótékony hatása miatt. A termálvíz az nagyon jó, úgyhogy én 82 éves elmúltam, de még így megkötöm a cipőmet. Nem csak az 1 milliómadik vendégészakát ünnepelték Hajdúszoboszlón. 97 évvel ezelőtt, október 26-án bukkantak a város legnagyobb kincsére, a gyógyvízre, ami megalapozta a település újkori történetét. Ezt már Ceglédi Gyula, a város polgármestere mondta az ünnepségen. Hozzátette, Hajdúszoboszló töretlen sikerének a kulcsa a több évtizedes tapasztalatban és a vendégszeretetben rejlik. Fontos az, hogy a vendégszeretet, az, hogyha a vendégek ide jönnek, akkor igazán érezzék, hogy szeretettel fogadjuk őket, legyen jó minőségű, magas színvonalú a szolgáltatás, és hát ami talán a legfontosabb, a folyamatos megújulás. A városban a növekvő rezsiköltségek miatt egyetlen szálloda sem zár be a tervek szerint, valamint a gyógyfürdő és az élményfürdő is folyamatosan látogatható, ami várhatóan évvégéig újabb 200.000 fővel növelheti a vendégészakák számát. Negyedik alkalommal rendezték meg Debrecenben az Innovatív HR kihívások a 21. században elnevezésű szakmai fórumot. A Humán Szakemberek Országos Szövetségének regionális szervezete, a debreceni HR Klub tagjai évente egyszer megvitatják, hogy melyek a legaktuálisabb munkaerőpiaci, illetve HR kihívások térségünkben. Az idei év fókuszában a stratégia, a megtartás, a munkáltatói márka, illetve a digitalizáció, robotizáció szerepelt. Ezekben a témakörökben délelőtt a HR szervezetek képviselői tartottak előadásokat, délután pedig a fiatal kutatók mutathatták be legújabb eredményeiket, többek között a generációmenedzsmentről és a chatrobotokról. 70 éve alapították meg a Növénytermelés című tudományos folyóiratot. Az évforduló alkalmából ma ünnepi konferenciát rendeztek a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. A folyóirat egyedülálló módon az egyetlen magyar nyelvű növénytudományos lapként jelenik meg az országban. Hazai és külföldi szerzők által írt angol és orosz nyelvű összefoglalókkal ellátott tudományos közleményeket, vitacikkeket, szemléket és könyvismertetéseket is közölnek benne. A szakfolyóiratot 1952-ben Erdei Ferenc író politikus, az akkori földművelésügyi miniszter beköszöntőjével indították útjára. Szerkesztősége 2007 óta a Debreceni Egyetemen működik. A folyóirat már 70 éve ad lehetőséget a szakembereknek a publikálásra. A
hazai mezőgazdaságban az agráriumnak, az élelmiszer biztonságnak alapvető kérdése a tudomány jelenléte, az innováció alkalmazása, a tudás átadása. Erre biztosít egy remek lehetőséget a tudományos szaklap, és ezért is nagy öröm, hogy a 70. születésnapján tudunk ma találkozni. Dal és klip premier a Debreceni Egyetemen az elmúlt évek történéseiről, a háború elutasításáról készített új dalt Erdős Fruzsi, Csokonai díjas énekesnő. A szerzeményhez több külföldi egyetemista közreműködésével forgattak videóklipet. A Játék című dalt ma mutatták be a Debreceni Egyetem főépületének aulájában. Bezárt, hűvös fél homály, fél embernyi tér. Az elmúlt évek történéseiről és a háború elutasításáról szól Erdős Fruzsi, Csokonai díjas énekesnő új dala, amit ma mutattak be. A szerzemény még márciusban született. Akkor még nem gondolták, hogy most októberben is aktuális lesz. A cél most az, hogy minél több emberhez elérjen az üzenete. Hiszünk abban, hogyha egymás között szeretet és összetartozás és megértés van, akkor ez a kulcs, ami a kezünkben van, megnyit bizonyos ajtókat és béke köszönt reánk és a világra. Mi tényleg szeretnénk, ha ezzel a dallal akár ezt is elérhetnénk. A dalhoz készült képet a Debreceni Egyetemen forgatták. Say no to war. Skazhenyi, vini, mondj nemet a háborúra. Az intézmény hallgatói közül 15 különböző nemzetiségű diák is megjelenik a videóban. Egy-egy ilyen zeneszám is reményt ad arra, meg láttatja, hogy azért a társadalom nem kívánja ezt a háborút, sem itt, sem más országokban, és nagyon bízunk benne, hogy belátható időn belül véget érhet, és reméljük, hogy ez nem csak remény lesz. Az orosz-ukrán háború elsősorban az ukrán állampolgárok életét nehezíti meg, de a magyar emberek életét is nagyban befolyásolja. Erről Papp László beszélt. A polgármester hangsúlyozta, imádkoznunk kell azért, hogy minél hamarabb befejeződjön ez a háborús konfliktus. Büszke vagyok arra, hogy Debrecenben születik egy dal, amelyik megfogalmazza a zene nyelvezetén keresztül azt az óhaját minden jó érzésű embernek, hogy ítéljük el a háborút és törekedjünk a békére. A polgármester hozzátette, reménykedik abban, hogy ezt a dalt nem csak meghallják, de megérinti a szívét azoknak az embereknek is, akik valóban tehetnek azért, hogy ez a háborús cselekmény minél hamarabb befejeződjön. Különleges rendezvény helyszínnel bővült a Nagyerdei Kultúrpark. Egy panoráma teraszt alakítottak ki az állatkert afrikai részén. A fejlesztés révén exkluzív helyszínt kínál az intézmény a különféle céges és magánrendezvények számára. A zsiráfok kifutója mellett alakították ki az állatkerti panorámateraszt, amelyen egy átlátszó iglu található egyedülálló kilátással. Az új rendezvény helyszín neve Szamburu. Ezt egy olyan afrikai nemzeti parktól kölcsönözték, ahol sok olyan recés zsiráf él, mint a debreceni állatkert példányai. Ehhez kapcsolódva jótékony célokat is szolgál a panorámaterasz. A természetes élőhelyen meglévő ökoszisztéma fenntartásában a Szamburu Nemzeti Park munkáját szeretnénk a rendezvény szervezés részben támogatni azáltal, hogy a bevétel 5%-át a jövőben a Giraffe Conservation Fundnak, a zsiráfokért alapítványnak fogjuk dotálni. Exkluzív magánrendezvények és céges programok helyszíne lehet ezen túl a részben fedett panorámaterasz, amelyhez szakvezetéses állatkerti sétát is kínál az intézmény. Amelyre elsősorban ajánljuk, családi rendezvények, üzleti találkozók, akár lánykérés, de még én egy miniesküvőt is el tudok ide képzelni, illetve fotózásra is szeretnénk ezt a helyszínt biztosítani. A hagyományoknak megfelelően a Halloweenra is készül az intézmény. Szombattól 3 napon át szezonzáró programsorozattal várja a látogatókat az állatkert és a vidámpark. Eddig tartott ma a Napszemle, riportjainkat keressék a dehir.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen és a Dehír mobiltelefonos alkalmazásán. Híradóval legközelebb, holnap este 7-kor jelentkezünk. Viszontlátásra!